Hát sziasztok, újabb pásnit, tehát most tényleg nem csak a pofázás járom, az most jól megmondtam, hanem a szobákat, hogy hogy állnak. Ugye most szülem is átköltözve minden, úgyhogy együtt vagyunk, azt már mondtam az előző videóban. Megmutatom a kis szobát is, a teraszt is, meg a pincét is így videóban. Na hát én már összepakoltam, de hát ott vannak az én cuccaim, a gamepadot elpakoltam, mindent, úgyhogy játszok, most már FIFA-val megmondtam. Teljesen kívülről a szekrények, de hát mindent. Ruháktól kezdve, annyi ruha van, nincs ruhám mi. Teljesen ki van örülve, ezek mind ruhák, bőröndök be fogunk pakolni. Úgyhogy nagyon jó, hát mindenki fog örülni, itt is lassan ki van örülve minden. Tehát a szekrények is, a tévé is el fog tűnni, azt megvették, úgyhogy ez hétvégén el fog tűnni. Ugye át lett hozva a laptop mindentől kezdve. Úgyhogy már az új kecomba is fog videókat készíteni, hogy még jobban, mert ugye ott azért egy háztömbben leszünk, csak nem egy emeleten. Úgyhogy ez király lesz. Na szóval, ez így néz ki, hát Luftwaffe járt itt bombázás után vagyunk jelenleg. Na akkor nézzük meg a kis szobát, itt is volt már videó, csak jobban be fogom mutatni. Na szóval itt voltak a kis szoba, hát itt nagyon ritkán készült videó, hát azért mert itt voltak, de mindegy, lényegtelen, hát itt minden el lett pakolva, de ez már nagy szobából lett kihozva, ez mind tüzelőre fog menni, ez nem lesz senkinek gazdája, úgyhogy ja. De hát itt van az ágy is, ezek mind el fognak tűnni, ott voltak képek, itt is végig képek voltak, lehet látni, hát hogy néz ki már ez a szoba is. Hát jó, elköltözünk, nagyon szép lakás lesz, ha szüleimmel maradok. Na, a két szobás, úgyhogy nagyon tuti lesz ez, az, meg lesz hozzá egy kis kert is. Jó. Na szóval, menjünk ki a teraszra, hát halljátok, pakolnak az őseim. Nemrég keltem én is, ugyanis lassan segítek neki, csak bemutatom a környéket. Itt volt, végig volt bútorok, ezek is el fognak tűnni, itt is volt bútor, szekrény is volt, több tonna cipős volt bent, azt el fog tűnni. Tehát az új lakásban be van rendezve minden, tehát alig fog oda beférni régi bútorok, azért fogjuk őket kidobni. Hát a fürdőszoba az marad, mert be vannak építve a dolgok. Hát így néz ki a terasz, tehát itt minden már be van csomagolva nagy rész, ott vannak még maradék dobozok, oda fogunk pakolni. Úgyhogy ez így ennyi gyerekek. Hát a konyháról még nem sok minden tűnt el, de majd onnan is fog. Na. Szezán tárulj. Na, villany föl, úgy. Na gyerekek, itt voltak polcok, ez is eltűnt, tehát itt minden. Azt hiszem, hogy mi nem pakoltuk, de így is szerszámok minden estük. Az új tárolóba kerültek, ami hasznos, ugye a gumik majd még az el fog onnan tűnni, mert az hasznos a testvéremnek a kocsiján, az jó lesz még. Ugye ezek is el fognak tűnni, ezek a régi bútorok, tehát itt volt tonna fa, tehát a föl van, volt vágva, az mind eltűnik, tehát itt vannak a cuccaink, tehát be van csomagolva minden. Ugye hasznos, azt visszük magunkkal az új helyre, ami nem az egyetemben tropára megy. Ja. Itt is egy kis szoba van, tesómnak a szobácskája. Ott is már ki van pakolva minden monitorostól, elvérvestül minden, úgyhogy ez itt nem is mutatok semmit. Az ágy is ki van pakolva belőle, úgyhogy ez így néz ki. A konyháról azért nem mutatok még semmit, mert az ott még, hogy mondjam, az még istenes, mert ott még nincs kipakolva. Na. Na akkor menjünk. Egy kis remake emlék a régi házról. Azért valamilyen szinten örülök, hogy elköltözünk. Ez van. Sziasztok! Na, el is tűnt innét a fa, így néz ki az udvar, pakolászás van, tehát a kis ház is el fog tűnni, el lett vidve a
Na, pad is, meg volt egy-két pal, asztal, mind el lett vidve, el lesz vidve a kutyának az új helyére a lakása szintén, meg a hintágya, úgyhogy ennyit az udvarról. Hát ez kis nyit volt, nem volt sok, hát így néz ki. Volt egy tonna fasz, egy óra alatt elpakoltuk, úgyhogy királyak vagyunk.